Üdvözlök mindenkit, én Szolik, ezt még láthatjátok a Showdown Bandit című játék, abban is egy random gameplay-es videó. Hát, nagyon régóta megvan már nekem ez a játék Steam-em. Hogy hogyan került a birtokomba, fogalmam sincs, ne kérdezzétek, nem emlékszem rá. De a lényeg, hogy így a napokban így gondolkodtam, így néztem így a lejátszási listámat, hogy miért lejátszási? Tudjátok? Na mindegy, játéklistámat, akkor nevezzük így. És így már akartam szemem, hogy Showdown Bandit mondom. Ez mi ez? És akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, egy az letöltöm, kettő beindítjuk az OBS-t, beállítjuk hangokat 30%-ra, én meg 100%-ra, képernyő felvétel, aztán hajrá. Nézzük beállításokat, mit lehet csinálni. Hát a subtitles, azaz a felirat az legyen bekapcsolva, gondolom ez azt jelenti, hogy ha így tele van, akkor van subtitles. 1920, 1080p, magas grafikai beállítás. Jó. Na, semmit nem tudok a játékról. De úgy tényleg, még a Steam adatlapját se olvastam el, hogy ez így micsoda. Hogy egyáltalán ez így micsoda. Úgyhogy első látásra nézzük meg egy kis random gameplay formátumban, hogy mi ez a Showdown Bandit. És adok neki, szokásom a szívem, ez alatt a dolgok alatt 20 perc, fél órát, hogy elvarázsoljon. Ha sikerül elvarázsolnia, akkor úgy is mondom, és meg lehet, hogy végjátszás is lesz belőle. Első epizód. Showdown Bandit and the Trail of Shadow. Tehát az árnyékok nyomán. A trail az a nyom, nem? Na mindegy. Szevasz. Nem fog nagyon fordítgatni. De valakit keresett, és most engem talált. Tehát milyen marionett bábuk vagyunk? Tudjátok mi az a marionett bábuk? Na mindegy. Most azonban én sem gondolkodtam, hogy jót mondtam. Tudjátok azok a bábuk, amiket így föntről irányít valaki. Tehát ilyen pálcikán van és négy darab az. De nekünk csak egy izénk van. Most már kettő, jó? Van ennek a játéknak olyan kicsit olyan horrorisztikus hangulata, nem tudom. Az első lépések. Showdown Valley, jó. Jó, hogy egérrel irányítok. VSD-vel nem, ott semmi. Jó, akkor szerintem akkor a billentyűzetre ezek szerint nem lesz szükség. Jó. Hát látom. Ajtó. És vissza is tudok menni, jó. Hadd nézzek körbe, jó, egy kicsit. Még mielőtt itt bármi nagy esemény történne. Ez egy színpad? Mondjuk a fényekből már rájöhettem volna, hogy ez egy színpad, jó? Ez egy színpad! Van ott pénz. Felszedtem 10 pénzt. Jó. Király! Ez itt kicsoda? Kicsoda és micsoda? Ez itt kollega? Á, elvettem tőle pisztolyt, fegyvert. Nagyon jó. Corkshot! Szóval lehet, hogy... Lehet, hogy lesz mit lövöldözni ebbe a játékba? Pointed click-es lövöldözős játék? Van ilyen? Létezik ilyen? Ezek szerint van ilyen. Jó, pénz. Jó, már van 30 pénz. Menjünk tovább. Amúgy rettenetesen jól néz ki. Tehát jó a
gondolatmenet, igen. Showdown Bandit, igen, Showdown Bandit, Showdown Bandit, Miss Undertaker és a bankár. Bemennek a kocsmába. Rohadt viccek is szoktak így kezdődni, mi? Olyan, mint egy előadás. Tehát, de jó. Van egy érdekes hangulat ennek a játéknak. Bad, before you go, since you were last in town, things haven't gotten any friendlier. Folks might not exactly be happy to see you. But I've never unboxed a vantage way quick as can be with that cork gun. Just be ready. Igen. Ennyi? Tehát, hogy figyeljek oda. Sose lehet tudni, amikor kell használnunk a fegyverünket. Aha. Ja. Ez be van zárva. Igazából nincs bezárva, oda van rakva valami, de értem. Gyere ráállok, akkor mi van? Ó! Oh! És hol és mit kéne lőni majd? Hát ez jó volt. Akkor nem. Oh, jó. Tehát lőjem meg a harangokat, hogy fontos információkhoz jussak, vagy elrejtett dolgokhoz. Jó, tehát ezeken a helyeken lehet lövöldözni. Érdekes mechanika. Jó, biztos. Csak valami statiszta biztos elfutott a fény előtt, hát most mi az? Kicsit olyan nyomasztó ez a játék. Ah, fura. Amúgy tetszik, csak fura. Arra kell nekem menni? Tehát akkor erre semmiképpen sem menjek? Nincsek itt elrejtve dolgok? Tehát nem, eddig tudok lejönni, jó, oké. Amúgy ide akkor raktam volna már valamit, hogy semmilyen úton módon nem menjél le a színpadról, hülye. Hülye biztos, hülye és szovi biztossá tettem volna a játékot. Szovi, aki megpróbálja kijátszani a rendszert. És mindenhova benéz. Ahova nem is lehet. Még oda is be akar nézni. Ez a ne néz fel, don't look up, gondolom én. Miért? Mert akkor a Mario, akkor a bábú meglátná, hogy valami ember ráncigálja őt. Ajjaj. Mondom, az nem jó, hogyha ő utolér engem, mi? De akkor kimegyünk. Mert gondolom én így alaphelyzetben nem tudok lőni. Csak olyan helyeken tudok lőni, ahol megengedi a játék. Hogy itt van egy ajtó, oké. Ott van egy zárt ajtó, ott meg van a bankár. Aha, itt lehet menteni. Elmenteni az állást. Jó, szeretnéd elmenteni az állást? Legyen, mentsük el. Felülírva ezzel a dolgokat? Nyilván. De tudok menni két irányba? Megnézzük ezt az ajtót. Amúgy egy nagyon hülye kérdésem van. Amire majd biztos kapok majd választ, de... mi jelentősége van a pénznek? Ebben a tehát így miért gyűjtöm a pénzt? De oké, összegyűjtöm én. Csak van bármi haszna, értelme? Hogy én itt pénzeket szedek össze? Jó, ennek a játéknak a hangulata. Tehát bizarr,
kérdéseket vet fel, fura. Tehát egy átlagos sötét nap showdown Valiban, igen, tehát hogy a madarak ugye befejezték ugye az éneklésüket, de bármi is történjen, tudnod kell, öreg barátom, hogy mi figyeljük egymást. Mi mindig figyelni fogjuk egymást, gondolom én. Mert a show must go on, tehát a... Mi az? Igen, a show-nak folytatódnia kell. Ők ezt mondták. Jó, tehát ez a részleg, ez egy ilyen bónusz hely volt, egy ilyen titkos hely. Összeszedtem pénzt, meg összeszedtem ezt az információt, jó. Tehát van a gyűjthető dolgok a játékban, jó, ez is egy ilyen gyűjthető terület volt. Tehát gondolom, akkor menjek vissza, és akkor menjünk balra tovább. Kicsit úgy érzem magát, mint Chuck Norris, mikor végigjátszotta a Super Mario-t balra. Mi is balra haladunk. Ez a vigyáz a tring lesz. Mi az a tring lesz? Mi az a tring? String. String lesz. String. Nem tudom, ez a stringet sem tudom, hogy micsoda. String lesz. Bármi is ez a string, kevés van belőle. Kevéske. Kulcs! Aha. Jó videójátékos lévén, ugye nyilván tudjuk, hogyha valamihez hozzáérünk, akkor valami mechanika be fog indulni. Vagy nem. Vagy majd mindjárt. Majd mindjárt kiugrik onnan valami. Nem. Igazából ez most horrorjáték? Most így belegondoltam. Ez most így horrorjáték akar lenni? Ez horrorjáték kategória? Majd nem tudok bemenni, mi? Nem. Még nem tudom, hogy be kellene menni egyáltalán. Nem biztos, hogy be kéne. Ja, ez csak egy folyosó volt, oké. Okay. Oda be tudok menni, igen. Meg, oda is be tudok menni? Oda is. A logika az diktálja, igen, hogy folyosóról folyosóra, tehát akkor egyenesen kéne menni, hát akkor térjünk le róla. Gyere ide. Gyere ide, köszönöm. Nézzünk el balra. Jó, hát váratlan volt. De Showdown Bandit akkor ez egy műsor? Mármint van belőle sorozat is? Jó, hát második. Megvan. Miss Undertaker-től. Egyre most nem sokat értettem belőle, most azért mentem tovább, tehát majd amikor lesz egy kis idegzetem, majd akkor lefordítom én sem magamnak, most bocsi. Kicsit fáradt vagyok, aztán most nem nagyon megy az értelmezésem, most mit is kéne ebbe most fordítgatnom. Crossroads. Kereszződések. Vagy hát, érted? Keresztút, akkor nevezzük így. Körözés. Valaki hozza vissza nekem a kulcsot a
boldog bányához. Azok a... nem tudom, most nem jut eszembe, hogy az, hogy nasty. Critters. Minden, azok elvitték valahova a nagy vadba. Tehát a vadomba. Elvitték azok a nasty critters-ek. Nem tudom, hogy ez most mit jelent. A hegyre, vagy a hegyekhez vezető út le van zárva. Mindaddig, ameddig a kulcsot meg nem találjuk, a bankár. Ennyi ajtó van itt. Itt egy ajtót, le van zárva, igen. Gondolom éned is le van zárva, igen. Az mennyit van? Hát azt nem tudom, hogy lehet most itt hirtelen aktiválni. Na akkor csillagos vagy balra, menjünk balra. Akkor miért kérdezed meg, Szovi, hogyha úgyis te döntesz? Mindegy. Aha. Akkor tudom, merre kell menni. Most már. Most kiderült, hogy ez az ajtó mit csinál. Vagy emögött az ajtó mögött mi van? Hát akkor arra fele megyünk majd. Csak előtte lövöldözünk egyet. Na, gyere be ide. Igen. Találjam meg ugye a... lámpát? Nem a lámpát, a harangot. Nem. Aha. Jaj, de most mehetek arrafele is. Van még való harang? Vagy neki mikor van vége? Nos, hát van még valami. Mindegy, nyomtam egy jobb klikket. Hát, hogyha ezt kinyitottam, akkor menjünk most erre. De jó, még egy ajtó. Danger? Veszély? Az a középső, nem úgy, oda bemegyünk. Á, hogy ez itt a wild. Nem megyünk vissza, nem. Ez itt a vadon. Stay alert, igen. Tehát van itt valami, és jó lenne, hogyha nem venne észre. Vagy valamik vannak itt, és jó lenne, hogyha nem vennének észre. Gondolom én. És ide el lehet bújni. Ez itt így elbújásnak minősül? Nem, ott csak volt egy kis pénzösszeg. Szóval ez így ne vegyen engem észre. Úgy mozogjak. Jó. Úgy mozogtam. Ne nézz fel! Amúgy bármilyen úton módon fel tudnék nézni. Most tök komolyan. Ez engem most észrevett? És kizárva. Ez is engem most itt észrevett, úgyhogy akkor megyünk vissza. Jó. Akkor kivárom. Mondom, ott megállsz, és akkor ott visszafordulja. És akkor tök aranyosan tesz egy kört. Gondolom, itt meg majd le tudom majd egyszer lőni. Hogyha beaktiválom azt a cuccas, amivel tudok lőni. Ott van pénz. Meg ott is volt pénz. Szedd fel szépen, köszönöm.
Ami még tényleg nem tudom, hogy miért kell a pénz, de biztos. Biztos kell valamire. Ez így most elbújásnak minősül? Most itt tényleg... Ó! Oh. Van egy haver. Csá! Ez a leghülyebb menekülés, de mindegy. Csak így elsétáltam mellettük, hogy ja, jó, csá. Mindegy. Sikerült. Bevált, nem? Mennyi életerőm van amúgy? Tehát azt így hol nézem meg? Ez csak akkor, mikor esetleg sérülök? Egyáltalán van életvisszatöltés, vagy valami ilyesmi? Jelzi ez bármivel is a rendszer. Jó. Ennél valahogy már nagyon-nagyon régóta nem hallott róluk, hogy mi van veletek, és hát elkezdett aggódni ez a személy, aki írt ezt a levelet. Akinek el is fejtettem, mi a neve. Tehát én most csak ezért jöttem ide? Hol a kulcs? Tudja, fene mi? Hát itt volt sok pénz, csak... Most így értitek. Nekem tényleg így erre kellett jönnöm? Na mindegy, hát... srácok, lányok. Nem mondó vagyok, hogy... Jaj, még csapdák is vannak? Ó. Oh. Azokat így nem vettem észre. Mi ez a hármas? Mindegy. Nem tudom, mi ez a hármas, sem mindegy. Srácok, lányok, hölgyek, urak, én szerintem így ennyi elég volt ebből a játékból most így hirtelen felindulásból. Szerintem én ezt fogom folytatni, csak most egy kicsit úgy érzem, hogy egyrészt fáradt vagyok. Hát kettő, hogy nem nagyon tudom, hogy most merre kéne menni. Tehát most ha valaki visszaemlékezni, hogy volt-e más útvonal, igazából az a csillagos ajtó. Csak értitek, hogyha arról volt szó a levélben, hogy a vadonba vitték ki a kulcsot, vagy hát amit ugye elloptak, akkor nem kellett volna most ezt így megtalálnom, így a végén, na mindegy. De én várom a kommentben az észrevételeiteket erről a programról, hogy mit gondoltok róla. Én személy szerint úgy vagyok, hogy érdekes, és én játszanék vele tovább, hogy mi merre hány méter. Nyilván egy kicsit kipihentebb stádiumban, vagy állapotban. Na, látod, már nem is magyar szavakat használok, tehát már annyira fáradt lettek. De mindegy. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Kommentben várom az észrevételéteket, hogy játszottatok vele, akkor is írjátok meg, hogy milyen érzésetek van a programmal kapcsolatban. De ne spoilerezzetek, jó, hogyha megkérhetlek benneteket, jó? Na, úgyhogy... 100-nak is egyen végén, meg 100-nak is 100 végén. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyi voltam. Lehetek jók, írjatok sok fizet, figyeljetek magatokra és egymásra. Aztán majd találkozunk egy másik játék vagy egy videónak az alkalmával. Ki tudja, lehet, hogy eme játéknak a végigjátszásával. Sose lehet tudni. Na, sziasztok!